A tavasz idén kezdetétől Majzik Bertalan vette át a futballcsapat irányítását Jászmészaru felnőtt labdarúgóinál. Öt játékosra nem számolhattak, viszont Nagy Szabolcs, Német, Víg és Szára személyében érkeztek újak is. Hogy az edzés látogatottság az majdnem 90%-os, tehát a srácokkal lehet dolgozni, bevők a munkára, tehát azt gondolom, hogy egy folyamat elindult, vannak buktatói, mint a múlt hét is esetleg. Már február végén elkezdődött a küzdelem sorozat a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol Jászfényszaru futballcsapata a listavezető Tiszafüred legyőzésével jó rajtot vett. Ám utána két alkalommal is vereséget szenvedtek. 2016 őszétől szerepelt Jászfényszaru kézilabda csapata a megyei bajnokságban. Időről időre megmérettetik magukat a bajnoki mérkőzéseken és tornákon. Folyamatosan edzenek annak érdekében, hogy meghatározó csapattá formálódjanak. A 2017-es évet a tabella utolsó negyedében zárták. Májusban 12. alkalommal rendeztek íjászversenyt Jászfényszarun a Lehel tó partján. Az esemény iránt érdeklődést jelzi, hogy az esős idő ellenére is 125 íjász regisztrálta magát a versenyre. 18 célunk lesz felállítva, és a nehézségét igyekeztük egy picit nehezebbre, mint az előző években, ugyanis érkeztek visszajelzések, hogy túlságosan könnyű volt, így most megkapják, amire számítottak a versenyzőink. A megnyitó után azonnal útnak indultak az íjász verseny résztvevői, akik egy-egy csoportba kaptak besorolást, és így közösen végigjárva jutottak el a tóparton felállított akadályokhoz. Az íjászoknak nem volt könnyű leküzdeni a célokat. A Jászságban egymást érték a fogadhajtó versenyek a nyár folyamán. Természetesen ebből Jászfényszaru sem maradt ki, hisz június 4-én a Jászfényszarui Lóbarát Egyesület jóvoltából 9. alkalommal rendeztek versenyt a fogadhajtók részére. Most a 9. éve került megrendezésre a fogadhajtó verseny, ezen belül most második éve a díjhajtó feladatok végrehajtása. Legelőször szeretném kiemelni, hogy nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak mind anyagi, mind szakmai támogatást, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Hát az első a póni fogatok, utána vannak az egyes fogatok, kettes fogatok, most már az SLV helyett D kategória és a C kategória kettes fogat. Hány versenyző nevezett idén? Hát közel 60 fő. Közel 50 fogat jelezte résztvételét a rendezőknél a verseny előtt. Természetesen a kisváros fogadhajtói színre léptek, de nem érezték előnynek a hazai pályát. A verseny jó hangulatban zajlott és hazai szempontból eredményes is volt. A 9. fogadhajtó versenyre több százan látogattak el a térségből. Jászfényszarun az utóbbi években két lovas versenyt is rendez a Fényszarui Lóbarát Egyesület a Kisváros önkormányzatának támogatásával. Augusztus 13-án 6. alkalommal rendezték meg a nagyszabású díjugrató versenyt. Tőlünk megszokott módon próbáltunk eleget tenni a pálya talajánba, a kiszolgálásba, mindenbe, hogy megfeleljünk a versenyzőknek, és ezt már ők tudják, meg várják. Láttam bejegyzéseken, hogy jöttök Jászfényszarra. Igen, tavaly is voltunk, nagyon jó volt, úgyhogy nem volt nehéz egyáltalán invitálni őket, szép számmal neveztek. A 2017. évi rendezvényre is az ország számos pontjáról látogattak el, hogy próbára tegyék magukat a helyi díjugrató versenyen, mely egész napos családi programokat kínált a rendezvényre látogatóknak. Városunk labdarúgó csapata János Hidát fogadta az őszi szezon utolsó előtti fordulójában. A hazai csapat 3-0-ra kapott ki a vendég együttestől. Ezzel a mérkőzéssel Jászfényszarú a középmezőnyben fejezte be az őszi szezont. Az edző elmondása szerint ennél jobban össze kell csiszolódnia a csapatnak. A nyáron igazolt játékosok már beilleszkedtek a keretbe, és reméli, hogy tavasszal megújult lendülettel vágnak neki a bajnokságnak, ami a téli felkészülés és alapozás után február végén folytatódik majd, ahol az első meccsen kisújszállásra utazik városunk labdarúgó csapata.